mire képes a ló az ember által, és mire képes az ember a ló által lenne. És végre kaptam egy állványt, és nem kell fognom a mikrofon, sokkal kevésbé vagyok zavarban is. Ez már a bevezetőn is látszik. Tehát arról lesz szó, hogy, és látok itt egy-két új arcot is, tehát nekik el fogjuk azt mondani, hogy mire használja az ember a lovat. Tehát mire tenyésztették ki? Tehát egyrészt használják a gyorsaságát a vadászatra, vagy a háborúkra. Használják a teherbíró képességét, egyrészt kocsit húzni, másrészt fát, hogyha erdőkön dolgoznak ezek a lovak, valamint a málházható képességét is használják. Valamint hát meg kell azt is vallanunk, hogy azért a lovakat nagyon sokáig ették is. Tehát a húshozamára is szüksége volt az embernek. Tehát ezek az évszázadokon keresztül kitenyésztett fajták, azért több mint 300 lófajtáról beszélhetünk, az 5 kontinensen és szinte országonként is különböző fajták alakultak ki, de elég erős szelekcióval sikerült kiválasztani egyrészt olyan lovakat, amelyek nagyon gyorsak, olyan lovakat, amelyek magasat tudnak ugrani, olyan lovak, amelyek távolra tudnak ugrani, és az is megmaradt, hogy nagyon messzire lovagoljanak ezekkel a lovakkal. Tehát egyrészt beszélnék akkor arról, hogy mi volt a leggyorsabb ló, amit eddig kitenyésztettek. Hát ez az angol telivér, ami egyébként a tisztán keleti vérű arab, berber, türkmén lovakból származik, és 200 éven keresztül, mivel Angliába tenyésztik, ezért mondjuk egy olyan 100 kilóval megnövekszik a testtömege, és sokkal gyorsabb, mint maga az arab ló, de csak rövid távon. És az angliai időjárás miatt, mivel nincsen elég napfény, csont betegségekre és invég problémákra azért lehet panaszkodni az angol telivéreknél. És ami még a legnagyobb probléma az, hogy ezeket a lovakat sajnos 2 éves korukban már munkára fogják, míg egy jó arabló 6-7 éves koráig nem nagyon dolgozik, és 6-7 évesen az angol telivérek már ki is égnek. Tehát ezekből a lovakból például az egyik leggyorsabb, vagy az egyik legeredményesebb volt, az 54 versenyt futott, és 54-et abból meg is nyert Kincsen, aki 1874-ben született, és 1876 és 79 között futott. Tehát ezért gondoljunk ebbe bele, hogy 2 évesen ő már a csúcsot adta. Sajnos 13 éves koráig él csak, és a csikói sem voltak olyan erősek, hogy beváltották volna hozzáfűzött reményeket. Egyébként neki is állandó orrfolyása és lábvég problémái voltak. Aztán 1960-ban megszületik az a ló, ami az 56-os verseny majdnem győztesétől, Imitől származik. 1956-ban Imi csak azért nem győz Bécsben, mert az őt lovagló zsoké előző este annyira botrányos módon berúgott, hogy másnap nem tudta rendesen hajtani a lovat. És 60-ban meglátja a Kisbénen a világot Imperiál, egy 4 láb kesely ló, amiről mi magyarok általában azt mondjuk, hogy egy láb kesely, vedd meg. 2 láb kesely, ne vedd meg. És nem csak mi magyarok, hanem azok a népek, akik lóval foglalkoznak, ugyanígy gondolkodnak a kesely lábról. 3 láb kesely, nézd meg. És valami szép szót kéne kitalálnom. Tehát 4 láb kesely, lehet B-vel is kezdeni, mondom, cseszd meg. Tehát így. És ez a sárga ló, amely 4 láb kesely, meglátja a napvilágot, nem sokat adnának érte, éppen a külseje miatt, viszont ő az, aki 63-ban Bécsben 2-szer is nyer, majd Baden-Badenben, és ugye ekkor éljük az orosz érát. És 63-ban, idehaza Magyarországon, zuhogó esőben, a Szovjetunió és a környező baráti országok hozzák a legjobb lovaikat, és még Kádár János is megtekinti ezt a versenyt, és Imperiál olyan nagyot fut a zuhogó esőben és a sárban, hogy 9 lóhosszat ráver a Szovjetunió legjobb lovaira. Ekkor bekerül a magyar népnek a kedvencei közé, mondjuk már akkor is, amikor Baden-Badenben futott, ekkor kiviszik Amerikába, és azért ez nagyon nagy szó, mert amikor az ő apja Bécsben futott, akkor 3 zsoké egyből le is lépett nyugatra. Köztük Kálai Pál is, aki egy zsoké legenda volt, és nemrég halt meg. És ez nagyon nagy szó, hogy akkor egy magyar lovat egyáltalán kiengednek nyugatra. És Imperiál elmegy Amerikába is, ott már nem tud olyanokat teljesíteni, mint Európában. Visszavonul és a fedezésnek ér ezután. És itt hal meg nem messze Várpalotától Kerteskön, 1989-ben. Tehát ez egy egész szép kort megért ló, 29 évesen még aktív ló. Úgyhogy erre azt lehet mondani, hogy maga nemében, főleg úgy, hogy ez egy angol telivér, ez párját ritkítja.
Hogyha idősebb lovakról beszélünk, akkor el kéne mondanom azt, hogy 1927-ben fölállítja a német rekordot egy 54 éves, a nevét föl fogom olvasni, mert ilyen neveket nem tudok egyszerűen megjegyzni, Erik Budenbrock Pleiswitz, aki egy 24 éves Fortunello nevű lovat lovagol, és a német rekord, amit ő fölállít, 207 cm lesz. Ezt egy picikét üti magasságban majd az a ló, aki Chilében ugorja meg az akkori, és azóta meg sem döntött rekordot, de előtte meg elmondom, hogy azért nekünk Magyarországnak volt egy ördöglovasunk, Sándor Móric, akinek mániája volt az, hogy kocsikat, fiákkereket, vagy éppen posztolor csendőrt ugratott át a lovával. És például az egyik ilyen csendőr őrmester, aki poszton állt, és Sándor Móric átugratta a lovával, az élete végig ettől a pillanattól kezdve csuklott. Valószínű emlékezett rá, hogy őt átugrották. És valószínű, hogy most is emlegetné egy posztoló rendőr, egy kamerázó rendőr, tehát éppen fölvenné azt a lovat, aki 1945-ben Mexikóvárosban megfutotta 69,62 km/h, mondjuk egy 40-es táblánál, és a rendőr ezt venné, Sándor Móric pedig átugratja, akkor valószínű ő is gondolkodott rajta, hogy pályamódosítást kéne végrehajtani az életében, és egy zárdába bevonulni mondjuk. Tehát a magasság rekordot pedig 1949-ben állították föl, és ezt azért is mondom, mert most ugye olimpiánként 4 évente mindig kiosztanak újabb aranyérmeket, és nem a kémikusoknak és a biokémikusoknak, hanem azoknak a sportolóknak, akik beszedik az ő általuk gyártott gyógyszereket. Tehát lovaknál is megvan ez valószínűleg, de nem ennyire durva módon, mert akkor minden évben újabb rekordok születnének. Tehát 1949-ben van az, amikor egy Huazo nevű ló Alberto Larraléguez Morales kapitánnyal 247 cm-t ugrik Chilében. Azért tehát nem érek föl oda. És aztán megváltoztatják a szabályokat, tehát nem tudnak kitenyésztíteni olyan lovakat, amelyek ezt a magasságot erőugrásnak is hívják, ezt fölül tudnák ugrani, hanem a pályáknak a pályákon variálják az ugrásoknak a nehézségi fokát, ahova gyorsabb, fordulékonyabb, jobban kezelhető lovakat visznek. Távolugrásban pedig, hát sajnos itt elolvastam egy könyvet, amiben Pap György is beleírt, és én nem szeretném őt leszólni, de olyan dolgokat írt le, ami tényleg matematikushoz illő, de az a baj, hogy nem számítógépről írt, nem számokról, hanem lovakról. És abban a könyvben szerepel egy 24 méteres ugrás is, amit elvileg ló hajtott végre. Nem írta oda, hogy van-e szárnya hátán ennek a lónak, ahogy kezdősebességét miatta meg. Tehát, ha nem is átlag lóról beszélünk, de az a ló, aki megugratta ezt a 840 cm-es távolságot, és ez is becsületére váljék egy lónak, az a 24 méter azért, hát valószínű, hogy Stanislav Lemet olvasott előtte az író, aki ezt papírra vetette. 1975-ben egy Something nevű ló ugrotta meg, tehát 840 cm, tehát még csak nem is 18, de a 24-nek igencsak alatta van. Vagy pedig hát ez a szerencsétlen ember, aki rajta ült, André Ferreira, nem olvasott fantasztikus irodalmat, egyszerűen csak fölült a nyerekbe és ugrott. De, hogy milyen mélyre lehet süllyedni egyébként a lovakkal, nem csak az előbb említett matematikusból, ló és nyereg művészé fejlődött úriemberről van szó, hanem azért a lovak a bányában is dolgoztak, onnan 1963-ban vonultak ki, és a rekordmélység, ahol ezek a szerencsétlen állatok dolgoztak, az 300 méter volt. Tehát, hogy milyen mélyre lehet eljutni azért lovakkal. Tehát azon kívül, hogy az ember a lovira kimegy és elveszíti a saját és a családja pénzét, tehát munkával is lehet jutni nagyon mélyre. Távloglásról 1905-ben egy Basov nevű orosz tüzérhadnagy állított fel egy rekordot. Hát, bizony így hívták. És Mukdenből, a mai Shenyangból lovagolt fel Pétervárra, hogy milyen indítatással és milyen papírokkal, ezt nem tudom, de 244 nap alatt tette meg a 9287 kilométert, és ez napi 50 kilométeres átlag.
Ezen is el lehet gondolkodni, hogy mit tudtak ezek az emberek. Mi, amikor Törökországba lovagoltunk le, akkor 79 nap alatt tettünk meg 3400 kilométert, 50,5 kilométer. Tehát azért baszófra már rátettünk egy kis lapáttal, de most majd, hogyha meghajtjuk magunkat, akkor a kozákok rekordjait is talán meg tudjuk dönteni. Úgyhogy remélem, hogy egy olyan 55 kilométert, hogyha megteszünk naponta, akkor még a fiam érettségi előtt hazaérünk. Aki most még ott hátul tanul beszélni, de... A távlovaglásról még annyit, nekem az egyik kedvenc témám a távlovaglás, és amikor 2005-ben Olaszországban jártunk, ott találkoztunk egy Ori Giambrogio nevű úriemberrel, ő arab lovakat tenyésztett. És a világon mindent bejárt azért, hogy jó arab lovakat vegyen. Tehát ő volt Magyarországon, elment Lengyelországba, az oroszoktól hozott lovat próbált Szíriából beszerezni, végül úgy döntött, hogy neki az a legmegfelelőbb, amit ő tenyészt ki. És el is jutott arra szintre, hogy pár évtizedes tenyésztői munka után olyan lovakat tudott kiállítani, amikor az olaszok versenybe szálltak az arabokkal, lent Dubájban egy 160 kilométeres sivatagi versenyen, hogy az olasz csapat 6 lovából 4-et ő adott ki. És az olasz csapat ott első helyezést hozott. És ő mondta nekünk, amikor meglátott minket, hogy 47 nemzet képviseltette magát, a magyarok viszont nem. Pedig nekünk ott kellett volna lennünk, és így mondta, hogy Attila gira nella tomba, Attila forog a sírjában. És hogy ez mennyire igaz, tehát nézzük meg, hogy 1908-ban, szeptember 8-án a vérmezőn 79 lovas gyülekezik. Budapest-Bécs távolság. Mindenféle náció, tehát vannak köztük németek, osztrákok, magyarok, szlovákok, lengyelek, és elindítják 10-es csoportokban, 10 perc különbséggel a csoportokat, és másnap reggel 7 órakor a zsűri becsületből gyülekezik. Nem is várják délelőtt még a beérkezőket. És 7 óra 58-kor megszólal az első kürt, és a 230 kilométer után két magyar főhadnagy rajta-rajtában vágtat át a célvonalon. Mondom a nevüket, jó? Hogyha hát, ha valaki érdekes lenne, Fólis Jenő és Vargyas Antal. Tehát ők miután lelovagoltak 230 kilométert, pontosabban 229,5 kilométert, tehát úgy lépik át a célvonalat, hogy egymással még versenyeznek. Ezután 8 óra 4-kor megint csak szól a harsona, és Bach Péter hadnagy, valamint 8 óra 8-kor Vodinauer Béla hadnagy 16 óra 38 perces menetidővel és rekorddal szakítja át a célvonalat. Tehát ezen a versenyen 79 lovasból már az első négy az magyar, aki beérkezik. És a rekordot is magyar tartja. Érdekessége még a versenynek, hogy bármilyen lóval lehetett indulni, bármilyen felszereléssel, viszont kötelező a kard viselése. Tehát ez abban az időben még erősen militarista beállítottságú verseny. Mára sajnos a nők uralják a terepet, és el is finomodik a lovaglás mára. És hogy a lóval még mi mindent lehet tenni, tehát még úszni is lehet a lovakkal, és ezt mi bizonyítaná jobban, mint Simonyi József, Simonyi óbester, 1814. február 20-án, tehát februárban azért jó idő van, ő Lyonnál áttusztatja az ezredével a megáradt Rhön folyót. Az ezredével és két kozák szotnyával. És összvisz 4 embert veszít, amíg átkelnek a folyón. Tehát a folyó meg van áradva, hideg is van egy kicsikét, viszont a hidat őrzik a franciák, és ő úgy gondolja, hogy huszárcsinkből átmennek rajta pár kilométerre följebb, és reggel megvárják, átúsztatnak a folyón, megvárják a hajnalt, és akkor rácsapnak Lyonra. Simonyi azt mondja az emberének, hogy riodalmat akarok, és lesz is. És onnantól kezdve a kozákok őt is úgy tisztelik, mint hogyha saját nemzeti hősük lenne, Josif Simonovként vonul be a kozákok történelmébe. És hogy még mire képesek azért ezek a lovak, és hogy aki lóval foglalkozik, mennyire ismeri azt föl, hogy az ellenfelének vajon milyen állatai vannak. Ez 1708-as években járunk. Rákóczi azt mondja Ocskainak és Bezerédinek, hogy ne csak arról azt tudja a német, hogy a magyar tetők tüzet tudnak fogni, hanem bizonyítsuk be nekik, hogy a lajtán túl is, hogyha zsarátnok
fölrepül a háztetőre, akkor azért a piros kakas ott is elkukorékolja magát. És Ocskai és Bezerédi is átmennek a Lajtán túra, és prédálják föl az osztrák falvakat. Második József éppen vadászaton van kint, és Ocskai elfogja őt. Szinte elfogja, mert az egyik kuruca megmarkolja ugyan a lovak antárszárát, a mellette lévő lovagló testőr viszont tőből levágja, vagy bocsánat, csuklóból levágja a kurucnak a kezét. József visszamenekül a várba, egyébként fölírja a korabeli krónika, hogy a vadászmester még akkor is a lelőtt állatokat számolta, amikor már bőven kötözték a kurucok. És József visszavonul a várba, nagyon meg van dühödve, mert ugyan apja Lipót az magyar gyűlölő, ő viszont gyerekkorában, amikor még a matematikát tanulta, és a várfundáló mesterek tanították arra, hogy hogyan kell kiszámolni mondjuk a körnek a kerületét, akkor ezeket a füzeteket az ő könyvében magyar vitézek ábrázolása díszítette. És ő kedveli a magyarokat, viszont ezen a arcátlan dolgon, hogy valamilyen paraszt megmerte fogni az ő kantárszárát, annyira fölmérgesedik, hogy rögtön egy század vasas németet kiküld a kurucok ellen. És hát a század vasas németet Ulrich von Eggenberg herceg vezeti, aki akkor már majd egy hete katona. Azért tudja vezetni, mert mellette van egy idősebb katona, egy idősebb kapitány, és a kapitány meg is kérdezi tőle, hogy ne haragodjon herceg von Eggenberg, milyen hadi tapasztalatok alapján kapta a századot. És azt mondja, hát hadi tapasztalatok, hát a névnapomra kaptam a századot, születésnapomra majd egy ezredet kapok. És az idősebb százados, ugye ő már benne van a korban, és inkább csak a nyugdíjazására gondol, amikor a fiatal Ulrich elkezd ficeregni a nyerekben, és azt mondja, hogy hát alig várom, hogy ezeket a magyarokat most már azért Móresre tanítsuk. És az idősebbik kapitány, aki csak azért van mellette, hogy a hadi mesterségre tanítsa, és még egy kis pénzért azt is vállalja, hogy bemutassa neki a portyázásnak és a hadvezetésnek a csinyát, binnyát, valamint azt mondja, hogy itt van Pilli körmester, hogyha én majd nyugdíjba megyek, figyelje őt, és majd ő megtanítja arra, hogy hogyan kell katonával vagy paraszttal bánni, ő tapasztalt ember. És ugye Ulrichunk ott ficereg a nyerekben, és azt mondja, elhangzik ez a mondat, amire az idősebb kapitány, akinek a nevét nem jegyezte föl a krónika, válaszol, hogy hát én hercegséget helyében nem nagyon ácsingóznék az iránt, hogy találkozzak a magyarokkal, mert ezek lehet, hogy olybá tűnnek, mint hogyha emberek lennének, de inkább csak emberbőrbe bújtatott farkasok azok. És hátra néz Ulrich, és azt mondja, hogy ne vicceljön velem, kapitány, hát itt van mögöttem 100 vasas német, ezekkel bárkit a földbe taposunk. És tényleg hát elég potenciálisan is néz neki, dübörög a föld, ahol lép 100 vasas, és ahogy hátra néz, látja, hogy egy porfelhő közeledik. És azt mondja, és lám, jön még a segítség is. És idősebbik százados is hátra tekint, és azt mondja, hogy azok nem a mieink. Túl gyorsak. És tényleg pár pillanaton belül ott is van könnyű keleti lovakon egy csapat kuruc előttük, előre ugrat egy trombitással közülük vélhetően a vezérük, a trombitás megfújja a kürtjelet, és az előlépő Bezerédi azt mondja, rossz németséggel átkiabál, hogy valaki közületek párbajra álljon ki velem. És a legénység a németek között fölsóhajt, mert ugye a főtiszteknek a dolga az, hogy párbajra menjen. Ők meg vannak elégedve azzal, hogy a szerszámzat csillog, a lakcsizmák feketére vannak pucolva, be van olajozva a szerszám, nyikorog úgy, ahogy kell, és hát a fiatal százados néz az idősebbre, az meg inkább a csizmája orrát nézegeti, hát neki nyugdíj, az lebeg a szem előtt, hát ő visszavonulna a birtokaira, maximum a parasztokat korbácsoltatná, hogyha nem dolgoznak elég gyorsan, de ő arra már nem ácsingózik, hogy valakivel verekedjen. És hát Bezerédi Imre jön előre egy pici kis sárga lovon, ott ágaskodtatja, és ordít, hogy hát csak arra van nektek erőtök, hogy gyenge falvakat fölprédáljatok, arról erőszakot vegyetek asszonyokon, hogy gyerekeket lincseljetek. Hát valaki közületek, akiben van szív, az álljon kérem, és párbajra velem. És hát a fiatalabb százados, hát kénytelen, kelletlen, léptetne előre, a századosabb, az idősebb viszont megfogja a mellvasát, és azt mondja neki, hogy én meggondolnám, mert az ott valószínűleg Bezerédi Imre, a sastollakból a süvegébe arra
a következtetésre jutok, hogy párbajt már vívott halálra. Én, ha jól tudom, 37-et vívott meg eddig, és ő ott van. És akkor hát a százados az belevörösödik ebbe, nem is nagyon ágaskodik, hogy ő ilyen hirtelen halljon fiatalon halált, mikor még csak egy hete kapitány, mikor lehetne ezredes is, hogyha kivárja még a születésnapját. És hát viszont Bezerédi tovább bordít, hogy szóval ennyit értek. Ha valakivel álljon ki párbajra. És hát a Ulrich elsorolja az ősei nevét fönnhangon, ebből némi bátorságot merít, és azt mondja, hogy íme itt vagyok. Ulrich von Eggenberg, herceg. Bezerédit ez nagyon megrémíti, és azt mondja, hogy szóval te leszel az. És farkas mosolyal elvigyorodik, egy jottányit sem lesz szimpatikusabb, mint eddig volt a németek számára, legfeljebb a legénységnek, akik Ulrich von Eggenberget nem szerették annyira, esetleg a hét alatt nem lopta magát a szívükbe. És Bezerédi azt mondja neki, hogy kard vagy pisztoly. Eggenbergben megvillan a remény, mert azt mondja magába, hogy karddal ezt az állatot magamhoz közel nem engedem. Viszont a pisztoly az egy jó dolog, és ki is mondja a száján, hogy pisztoly. Azt mondja erre Bezerédi, hogy jó, te lősz először. Eggenberg fogja a pisztolyát, fölporozza kapkodó kézzel, közben Bezerédi ágaskodtatja a lovát, és nem csak ágaskodtatja, hanem ugráltatja jobbra-balra. Eggenbergünk fogja a pisztolyt, és el is süti, mindenféle komolyabb célzás nélkül, és a golyón messze süvít el Bezerédi feje mellett. És Eggenberg azt gondolja, hogy hát azon a lovon ülő embert lelőni, az szinte képtelenség lett volna, viszont arról a lóról lőni se lesz könnyű. És a legnagyobb megrökönyödésére Bezerédi alatt a ló egy laza odavetett hóra, úgy megáll, mintha ércből öntötték volna. Bezerédi fölporozza gondosan a pisztolyát, még gondosabban céloz, és homlokon lövi a fiatal százados. És az valószínűleg ezzel a gondolattal csúszik ki a nyerekből, hogy legalább evilági megpróbáltatásai véget értek. Bezerédiek megfordulnak, és vércse víjogással vágtatnak a lajta felé. Icipici hatásszünet van, és az előbb említett Pillik őrmester sarkantyúba kapja a lovát, amitől az két lomhát lép előre, és a századostól kérdezi, hogy kapitány úr, üldözzük őket? És a lehető legnagyobb megvetése végigméri, kiejti a száján azt a fonémát, hogy hülye, minek? Mire kettőt léptetünk ezekkel a pinzgrói dromedárokkal, ezek túl vannak a határon. Szedjék össze a tetemet, és megyünk haza. Hát, és a kis hatásszünetet tartok, hogy tessék földolgozni a történetet, és utána rátérünk arra, hogy amikor találkozik ugyanez a Bezerédi Imrénk Orsics határőrezredessel. Jöhet a történet? Mert közben nézem ott hátul az időmérőmet, hogy mennyit beszéltem. Mutasd, tehát körülbelül, hó, már bőve, jó, rendben van. Tehát, hogy van még időnk. Tehát Körmenden szolgál akkor egy horvát származású Orsics nevű ember, akiről az a hír járja a granicsárjai körében, hogy annyira erős, hogy a lovat úgy veszi a vállára, mint más a macska kölyköt. És Orsics meghallja, hogy a környéken portyázik Bezerédi. Egyből nyerekbe parancsolja a granicsárjait, és kilovagolnak eléjük. És a legnagyobb szerencséjükre össze is találkoznak Bezerédiékkel. És Orsics előreugrat, és ordítja, hogy Bezerédi Imrét akarom. Hát Bezerédi Imre serest, és egyből ugrat ki a lovával. Egyébként ez a vezérek párbaja azért volt abban az időben, és még a török korból származik, sőt, még régebről, hogy az emberek életét megkíméljék. Tehát megegyeztek abban, hogyha párbajt vívnak egymással, akkor hogyha a vezér elveszti, akkor az egész csapata fogja magát, és hazavonulnak. És nem kellett kiontani 50-60 embernek a vérét. Tehát nagyon régi dolgok ezek a becsületre vívandó párbajok. Tehát Orsics, a medve, előreugrat a hatalmas termetű lován, és ráugrat egyből Bezerédi Imrére. Egy egyenes lovassági pallos van nála, Bezerédi Imrénél pedig egy hajlított szabja. Tehát a mi fegyverünk. Bezerédi ugyanazon a pici kis sárga ménen ül, ami szinte a gondolatát követi, tehát odaugrasztja, oda teszi, ahova akarja. És hogy ez, tehát mennyire igaz ez, hogy ezeket a lovakat hova teszik, tehát hogy szinte a gondolatát tudja az embernek,
visszaugrunk ide a mi időszakunkba. Tehát Portugáliában a mai napig megvan a lóhátról vívott bikaviadal. És ezeket a lovakat tényleg 2-3 méterrel odébb lehet ugrasztani, csak egyetlen egy sarkantyú pöccintésre. És nem csak az, hogy odébb ugratom a lovamat, hanem amikor a bika rám jön, és elugrok előle, a néző közönségnek az számít, hogy a bika szarvára, hogy elfutott a lovam mellett, hányszor csavarodott el lovamnak a farka. Mert ha csak odébb ugratom, akkor laza arccal ülnek ott tovább. De ha egyet rácsavarodott, akkor vannak hölgyek, akik felsziszennek, hogyha kétszer is rácsavarodott a bika farkára, akkor még a férfiak is azt mondják, hogy ó. Tehát Bezerédi Imréhez visszamegyünk az időben, és Bezerédi táncoltatja a lovát, Orsics a nagy darab medve akkora ütéseket mér rá a pallosával, hogy ember legyen az, aki megfogja. Tehát a szemtanúk szerint egy medve és egy párduc küzdelmét láthatták az ott lévők. És az egyik összecsapásnál Bezerédi pengéje tőben eltörik. Fölhördülnek a magyarok, és Orsics ezredesnek eszébe jut az, hogy micsoda móka lenne, hogyha a térdén vinné be Bezerédit az ő táborába, mint egy rossz gyereket. És a gondolatot tett követi, átnyúl Bezerédiért, megfogja a nyerekből, átemeli maga elé. És a Bezerédinek az adjutánsa, segédje, oda kiabál, hogy az ezüstnyelű fokos kisuram. És Bezerédi még vakon letapogat a nyerekkápába, kihúzza az ezüst fokosát, és fültövön veri bele Orsicsot. Aki fogja magát, és Bezerédivel együtt lehullik a nyerekből. És itt jön a párducnak az gyorsasága a medve erejével szembe, mert ahogy leesnek a lóról, Orsics nyekken egy szép nagyot, rajta tompít Bezerédi, fölugrik Imrénk, kicsavarja a kezéből a pallost, egy mozdulattal levágja a fejét, föltűzi a pallosára, és ugye mert katona ember fölül Orsics lovára, elvágtat az osztrákok előtt, egy füttyentésre jön mögötte a saját sárga kis ménye, és visszalovagol a sajátjaihoz. Most még arról, hogy ugye az angol telivérés, hogy miket lehetett ezekkel a lovakkal megtenni, és az előbb említettem Sándor Móricot, aki egyébként egész pályafutását azzal kezdi, hogy 3 éves korában a rámorduló vadászkutyájuknak leharapta a fülét. És aztán elég sok csint elkövet élete során, és Veselényi és Széchenyi behozzák 1812-ben az angol telivért Magyarországra, és hát ők kortársak. Sándor Móric is szerez ezekből a lovakból, és az angolokat megismervén, és azoknak a fogadási szokásait, és azt mondja, hogy jó, hát akkor fogadjunk. Rengetegszer töri egyébként magát, és az egyik alkalommal egy angol követi mindenhova, tehát ott lovagol mögötte. És az angolok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy ugrassanak a lovaikkal. Ez a mi lovaglási stílusunktól azért tudott annyira jól kifejlődni, mert ugye a pusztákon, ahol nagy terek vannak, az ember inkább csak arra számít a lovával, hogy messzire eljusson. Angliában viszont parcellázva voltak a területek. És azért, hogy ne vigye le az állandó szél ezekről a pici parcellákról a maradék földet is, mert ugye a fáikat kivágták, főleg Skóciába, kövekből kerítéseket emeltek. És amikor az angolok úri passziójának élve falka vadászaton vannak kint, hát ezeket a kerítéseket állandóan átugratták. És egy ilyen ehhez hozzászokott angol úriember flegmaságával jön el ide hozzánk Budára. Sándor Móricz bemutatja neki a lovagló tudását, és a fogadás alapja az, hogy utána megy Móricznak mindenhova. És Sándor Móric az összes létező jármódban és annak összes létező sebességében végig lovagolja Budát. Mindenféle árkokat ugratnak át, végül az angol mindig ott van mögött, és fapofával azt mondja, hogy itt vagyok. Sándor Móric belovagol a saját palotájába, a Sándor palotába, föl az emeletre, és amikor megfordul a nyerekben, ott van mögötte plévpofával az angol, és azt mondja, itt vagyok. És Sándor Móric akkor nekirobja a lovát a kerítésnek, és leugrat a lóval. Amit aztán ki kellett írtani, mert nyakát szegte, Sándor Móric a térdét törte, ennek a lónak a bőre oda került az ágya elé, viszont az angol visszahőköltette a lovat, és onnan föntről nem mondta, hogy itt vagyok. És egy ugyanilyen történet van Sándor Móriccal, amikor Angliában hajt kint fogatot. Egy 4-es fogatot fognak be neki, és egy angol azt mondja, hogy tehát mutassa be, hogy itt Magyarországon ők mit tudnak. És Sándor Móricz
hát bemutatja a fogathajtásnak az alapjait, tehát a lépés, ügetés, vágta, és az angol egy, tehát ezek az angolok ilyenek valószínű, hogy a nap miatt, tehát náluk nem süt a nap, nem tanulnak meg mosolyogni, ő is flagmán mindenre azt mondja, hogy láttam már ilyet. És Sándor Moritz, amikor ötször hallja a láttam már ilyet, bedobja a szárat, karbafonja a kezét, és megkérdezi, na és ilyet komám láttál-e már? És a lovak természetesen elragadják a szekeret, föl is borulnak, pár borda törik mind a két részen. Tehát mind az angolnak törik bordája, mind Sándor Móricznak. Tehát ilyet, azt, tehát ilyet még nem látott. És ha már a fogathajtásnál vagyunk, akkor Debrecen város parádés kocsisát meg kell említenünk, aki majdnem Lillát hozta ide, de nem így van, hanem nagyon jó. Tehát Ferenc Józsefet viszi föl Budára, és a hortobágyi homokon keresztül, amikor léptet, ugyanis az a parancs, hogy minél hamarabb Budára kell érni. És a Hortobágy homokjában viszont mély a homok, és Kallós Pista visszafogja lépésbe a lovait. És mellé léptet a testőrkapitány, és azt mondja, hogy sürgesse meg a lovakat. Azt mondja, hogy itt nem, mert... És csak ennyi, hogy nem. Azt mondja a testőrkapitány, hogy sürgesse meg a lovakat, minél előbb Budára kell érnünk. És azt mondja Kallós Pista, most már látván az okát annak, hogy magyarázatot kell adni, hogy nem, mert mély a homok. És azt mondja neki a kapitány, hogy ha nem fogja gyorsabb ütemre a lovakat, akkor leszállítatja a bakról. És a Kallós Pista körbenéz, hát egyrészt nem tudja, hogy ki lenne az, aki helyette hajtana, másrészt ez az ő saját fogata, tehát azt mondja, hogy na őt aztán nem, egyrészt azért, mert ez az ő fogata, másrészt meg vitt ő már nagyobb méltóságot is. És erre Ferenc József is egy kicsit, igen, a tolmács ott ül mellett, és hallja, hogy miről van szó, ő is megdöbben, és aztán amikor kiérnek a homokból, a Kallós Pista kibontja az ostorát, oda csap a lovak közé, szára tereszt, és pillanatokon belül azt veszik észre, hogy a nagy porfelhőbe nem látni a testőrséget. És a Kallós Pista csak így megböki a kalapját, és azt mondja, hogy jelentem a lássan, lemaradtak a németek. És aztán, mikor beérnek Budára, és kiszáll ő felség a kocsiból, akkor azért megkérdezteti, hogy ki volt az a nagyobb méltóság. És a Kallós Pista leveszi a kalapját, és azt mondja, hogy ki, Kossuth Lajosi felsége. Na, nem tudom, hogy időm még van bőven? És amikor a csomolyóból lehetett, megtaláltuk. Igen, tanunk van rá, itt vannak mindannyian. Nem, akkor... Tehát, hogyha beszélgetnénk, akkor befejezem mondjuk azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember lovat neveljen, és aztán utána rátérhetünk erre, mert az egyik alkalommal annyira elvittük a dolgot, hogy már majdnem pénzváltó lett a végén belőlem, csak abszolút nem lovas tanár. Úgyhogy inkább visszamennék ide. Egyébként, tehát mivel mind a szabjaforgatást, mind pedig a lovaglást együtt kell, hogy műveljük, tehát ezért vettem elő ezeket a huszár történeteket, és a szabjaforgatásnak az alapjaiba, például a Simonyi Óbester az előbb említett Simon József, úgy vezette be a huszárait, hogy rá kellett lovagolni a saját emberének, ő állt lenne a földön, és egy zacskóból pénzt dobált föl nekik. És aki eltalálta az aranyat, az megtarthatta. És igaz, hogy beletellett egy zacskó aranyába az, hogy az összes huszárja eltalálja az aranyat, de azt mondta, hogy nem ez érdekli, de legalább olyan emberek vannak a háta mögött, akikkel bárhova belovagolhat. Na és hogy a ló neveléshez mi kell, tehát itt a szóbeszéd alapján Ötvös Lóránt, aki maga is lovas ember volt, hogyha meghallotta, hogy valaki rosszul bánik a lovával, akkor odaüzen neki, hogy attól függetlenül, hogy ismerte az illető őt, ahogy nem, és azt üzente, hogy báró Ötvös Lóránt, a Magyar Királyi Tudományegyetem tanára azt üzeni, lóval, gyerekkel csak az foglalkozzon, akinek türelme van hozzá. És hát én itt befejezném, és ezt, hogyha itt most kikapcsolom, akkor utána beszélgethetünk szabadon. Hogyha bárkinek kérdése van, mert ugye vannak, akik járnak szemináriumra, ők rendesen felkészülnek, itt személy szerint meg is dicsérem őket. Azokat, akik pedig múltkor feladatot vállaltak, és nem jöttek a szemináriumra, azt nyilvánosan megrovom. Tehát ez, tessék, végignézve azért találok olyat is, úgyhogy, és én pedig arra készültem, hogy a többiekből épülünk, de azt elmondanám, hogy tehát a szemináriumon
hogy mik voltak a feltett kérdések. Tehát egyrészt, hogy valamelyest azért műveltek legyünk ebben a témában, hogy a ló mit ad az emberiségnek, tehát egy-két ismertebb lónak a nevét kértem, tehát Genghis Khannak a kedvenc lóva nevét kértem. A Tünde utána is keresett, és 64,6 könyvtár elolvasása után nem találta meg Youngnak a könyvét, tehát itt mondom mindenkinek, egy őz színű Szeter nevű ló volt Genghis Khannak a lova. A másik kérésem az volt, hogy keressük meg Napóleon kedvenc lovainak a nevét, tehát az a kettő kellett nekem pontosan, Vagram és Marengo. Nagyon örülök neki, tehát sok. És még a genealógiát is hozta. Tehát ő egy kisebb könyvtárat hozott magával. Aztán Caligula lovát, Incitatust kértem, valamint az, hogy mit jelent az, hogy egy lónak, egy lovas szobor esetében mind a négy lába talapzaton van, egy lába van felemelve, két lába. Tehát amikor mind a négy lába a talapzaton van a lónak, az azt jelenti, hogy a lovas, aki rajta ül, az természetes halállal halt meg. Hogyha egy lába van fönt a talapzaton, három lábon áll a ló, és egy lába levegőben van, az azt jelenti, hogy az ember, akit ábrázol a szobor, az csatában szerzett sebesülésben halt meg, ha pedig két lábra ágaskodva áll, akkor az azt jelenti, hogy a rajta ülő ember az csatában halt meg. Itt tartunk. Idővel? Igen? Akkor most ülj vissza, légy szíves a helyedre. Lepréselve ott van kincse. Kinek a kedvenc lovára? Ó, remek. Úristen, én is hagytam a telefonot. Az időt megtudni. 16-18 és Lila azt mondta, hogy 20-ig vagyok, igen. 2 percem van még, tehát ebbe a 2 percbe, hogyha be lehet sűríteni bármit, akkor nagyon szívesen. Szeter. Egy őz színű ló. És bár azt mondták a mongolok, ugye, hogy a Genghis Khan mondta, hogy lóhátról meg lehet hódítani a világot, de lóhátról nem lehet igazgatni. És hát amikor leszálltak a lóról, akkor el is vesztették ezt a birodalmat. Föl is bomlott utána a birodalom. Keshely. A keshely azt jelenti, hogy zokni van a lábán, és ez általában fehér. Tehát akkor keshely, hogyha a fedőszőre sárga, sötét, barna vagy fekete, és fehér zoknik vannak a lábán, térdig. Ez a keshely. Hogy alatt... Évszázados megfigyelések alapján, és nem csak a magyarok mondják ezt, hanem tehát én az olaszoktól is hallottam ezt a kifejezést, a kazakoknál szintén megvan, amiről olvastam. Tehát ajánlani tudom a Kun Péternek Szerek szárnyán című könyvét, vagy a lófajtákról most jelennek karácsonykor a Kós Károly lovakról című könyve. Nagyon alapos munka, és szerintem lehet belőle meríteni rendesen. De ugyanígy a szőrforgókról is mondják. Tehát, hogyha a lónak a két szeme között két szőrforgó van, az olyan ember, aki ezekre a dolgokra ad, ott is hagyja a vásárba, vagy az eladás helyén, mert azt mondja, hogy az bolond ló, és nem érdemes vele foglalkozni. Tehát ezek olyan népek, akik évszázadokon keresztül lovakkal foglalkoznak, ők megfigyelték, egymásnak átadták, leírták. Kifejezések? Igen, szóval nem a kifejezések, hanem hát a jegyekre vonatkozó tiltás meg. Ilyen közmondásszerű, hogy ezt neved meg, mert légy tehát a neved meg... Találkozó, vagy a hóka az általában kedvelt. A hóka, a csillag az kedvelt. Kivétel, hogyha teljesen orrig megy, de az már lámpásnak hívjuk azt a lovat. Tehát a csillag az kifejezetten jó jel. Ez egy picike kis fehér
szőrjel, hát általában, ha hold alakú, akkor holdasnak hívják a lovat, ez lehet akár csillag alakú is, az ötágú az kerülendő, hat még jobban, ugye. Az almás deres az elég ritka szín. Tehát az almázott nagyságú, tehát egy szürke lovon foltok vannak, alma nagyságok, de ez általában akkor jelenik meg a lovon, hogyha sok fehérje bevitel van. Az almázottság akkor jön ki. Ha legyes, akkor például légy nagyságú foltok van rajta, vannak rajta. De olyan 370 különböző kifejezésünk van legalább. Egy szürke ló. Igen. Amivel bevonul Budára. Egy szürke ló. És hát ezen ugye gúnyolódnak nagyon sokan, hogy egy tengernagy mit keres lóon, de hát ezek olyan ősi dolgok, amiktől nem szabadna, hogy eltérjünk. Hát ő jó lovas volt, beszélt öt nyelven, egy sárkány volt a hátára tetoválva. Azt hiszem 49 évesen lett tengernagy. A legfiatalabb az osztrák haditengerészet történetében. Igen, az ótrantói ütközetnek a győztese. Több kérdés nincs, akkor... Ja, válaszolhatok, tehát nyugodtan tessék kérdezni, és válaszolok. Mert az előadásomat befejezetnek tekintem. Tehát a Lilla meghatároz nekem időket, én azokat betartom, és utána, hogyha az idő nyúlik, mert téridő kontinuum más, hogy van ide benne a teremben, mint odakint, az már nem az én, se nem az én érdemem, se nem a hibám. Igen. Nem tudok róla nyilatkozni, titoktartást fogadtam. Tessék. Nehogy kínos csöndbe itt üljünk, mert tényleg a Tibor azzal fenyegetőzött, hogy megszünteti a tanszéket. Tehát, hogyha nem hallja, hogy legalább mocorgás van, köszönöm. Egyébként azért vannak ott a barátaim, mert ők is megneszelték, hogy tehát, akinek ilyen jóképű fodrásza van, mint nekem, az ők vannak azért, tehát mindenki figyelve van hátulról. Úgyhogy tessék mellettünk lobbizni. És, ja, bocsánat, a Szalka Balázs szeretném majd bemutatni, ő fogja tőlem átvenni, amíg mi Kazasztánból lovaglunk hazafelé a harcművészet tanszéket. Balázs nagyon régóta foglalkozik szabjavívással, ugyanúgy lovagol, mint én. Szabjával régebb óta foglalkozik, mint bármelyünk, és hát bizton, meg nyugodtan bízom rá az egész csapatot. De ő is olyan, hogy edzésein több a halott, mint a sebesült. Nem szeret hibázni, mert ugye, mint tudjuk, a sebesült katona sokkal rosszabb, mint a halott katona. Azzal törődni kell, és Balázs általában ezzel tisztában van. Tehát ő lesz az, aki megtanítja önöket szabjával vívni. Kaszakövet és vizet. Egyébként tényleg, akinek lehetősége van rá, az otthon készítsen fakardot. Mert a szabjavívó edzések... Hogyan? Remek, nagyon jó. Tehát, hogyha valaki tútózni a többieknek is, azt csak megköszönjük, mert... Mekkora? Csípőcsonttól a földig. Hát nem, annak a gyereknek is a saját csípőcsontjától a földig. Markolat, igen, a markolat gomb érjen föl csípőcsonti. És lehetőleg valamilyen kesztyűt a kéz védelmére. Nem, a szabja az mindig görbe. Mennyire görbe? Mondjuk egy ilyen ív. Tehát ami még kényelmesen forgatható, viszont az ívéből fakadóan sokkal mélyebb sebeket lehetett vele vágni, és az ív véget a szabja az a pengének az egész hosszában vág, míg egy egyenes kard ott vág, ahol érintkezik a teste. Tehát ugye az inkább tör. Tehát a szabja pedig végig vágja.
az ember. De most nem veszem el a Balázsnak a kenyerét, erről majd ő fog beszélni, és szerintem hoz is egy-két eredeti pengét. És köszönöm a figyelmet, ennyi voltam már.